Köszöntöm Önöket a Bédekkerben, Peruba, Namíbiába és Venezuelába megyünk a mai adásban. Olyan helyekre visszük Önöket, ahová nagyon kevesen juthatnak el. Most is azért tudunk csak oda menni, mert egy operatőr lesz a vendégünk, aki látta az egész világot szinte, és ő mesél majd kalandjairól. Előtte azonban egy kis fogyasztóvédelem, mégpedig nyaralás-foglalás előtt néhány fontos információ. Itt ül már Sárosi Veronika jogász, aki az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület szakembere. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és beszéljünk először is a legfrissebb információról. Most láttam termékbemutatókkal kapcsolatos problémáról híreket nálatok a honlapotokon, és erről eszembe jutott, hogy mennyi olyan telefonhívást kapunk manapság, hogy ön nyert egy hétvégét, ebbe és ebbe a gyönyörű szállodába jöjjön el, elvisszük, megvendégeljük. Mi van e mögött? Én is azt gondolom, hogy egyre inkább növekvőben van ezeknek a száma sajnálatos módon. A legtöbbször sajnos nem igazán az rejtőzik e mögött, mint amit elmondanak nekünk. Általában egy kicsit megtévesztő információkkal próbálják ugye rábírni az embereket arra, hogy elmenjenek. Nagyon sokszor ajándéknyaralásokat ígérnek. Én most legutóbb például azt hallottam, hogy azt mondják, hogy menjünk el Zalakarosra egy hétvégére, mi ott megvendégeljük Önöket, nem jár semmiféle kötelezettséggel az, hogy Önök eljönnek, és már amikor odaérnek, x 10 000 forintot ki kell fizetni magáért a szállásért, sajnos. De ezt előre nem közli? Nem. Tehát olyankor szegény kis nyugdíjasok teljesen megzavarodva, általában ugye ezt a korosztályt érinti, nem tudják, hogy mit tegyenek, kifizetik ezt a pénzt, és utána kvázi olyan ajánlatokkal bombázzák őket, amiket nem tudnak igazából visszautasítani. Most a legutóbbi ilyen típusú dolog az volt, hogy azt hiszem, hogy 35 alkalom egy évre. Nem tudom, hogy ki az az ember, aki manapság meg tudja tenni azt, hogy 35-ször egy évben elmenjen valahova. Bizonyos összeg befizetése után 50% kedvezményt kaphatnak. Na most egyrészt ez az 50% nem 50% volt, mint utóbb kiderült. Másrészt nem mindegy, hogy az év mely szakaszában kívánják ezt felhasználni, nem mindegy, hogy ők használják fel, vagy a családtagok használják fel, tehát több ilyen szálon is futott ez a cselekmény. Nem azt mondom, hogy rákényszerítették őket arra, hogy írják alá ezt a szerződést, de sajnos nem volt megfelelő a tájékoztatás, megint beleestünk abba a hibába, hogy nem olvastuk el, amire volt írva, mert a nagyon szimpatikus hölgy úr úgy mondta el nekünk, hogy ez tényleg egy kész nyeremény számunkra, és akkor utána jönnek hozzánk a fogyasztók, hogy most mit lehet tenni. Olyan érdekes, azt mondtad, hogy a kis nyugdíjasok. Igen. Miért ők vannak ennek leginkább kitéve egyrészt, másrészt meg aláíratják, de tulajdonképpen az ember, ha már ott van, akkor úgy érzi, hogy valamit adnia kell cserébe, és azért írja alá, mert mondhatná azt is, hogy hát engem ide meghívtak, kérem szépen, jól érzem magam, eszem, iszom, fürdök egy kicsit, aztán azzal megyek. Igen, szerintem ők azok, az a korosztály, akik lehet, hogy mondjuk otthon élnek, egyedül örülnek annak, hogyha kimozdulnak, hogyha beszélgetni tudnak valakivel, tényleg kapnak egy kis ellátást, még egy kicsit fizetni is kell érte. Ráadásul arra gondolnak, hogy itt vannak a gyerekek, itt vannak az unokák, hát majd valaki fel tudja használni, ugye nyilván erre rá is játszanak. A másik dolog pedig az, hogy esetleg összekötik ezt olyannal, hogy olyan üdülőhelyeket próbálnak árusítani, ami az egészség szempontjából mondjuk esetleg megfelelő, ugye gyógyvizek közelébe, amikkel már is könnyebben meggyőzhetők ezek az emberek. A másik meg az, hogy ezek meghívásos alapon működnek. Tehát én például engem még soha nem hívtak fel, nem tudom, hogy téged felhívtak-e már, hogy menjünk el egy ilyenre. Úgy hívtak föl, hogy hány éves vagyok? Mert hogy egy üdülés. Igen. Ez igaz. Igen, tehát nem véletlenül van az meg, hogy a sérülékenyebb korosztályt próbálják ezzel megcélozni sajnos. Meg hiszékenyebbek egy picit. Tehát nem gondolják azt, hogy rossz indulatból valaki szánt szándékkal most át akarja őket verni, és ha részletfizetést is ajánlanak nekik, már pedig legtöbb esetben igen, sőt, mert olyat is hallottam, hogy ugye a hitelt azonnal intézik, aláíratják a papírokat, akkor csak azt látja, hogy hát ez havonta, nem tudom, 10-15 000 forintba kerül tulajdonképpen, ezt meg lehet csinálni, és nem látja, hogy a végösszeg akár több 100 000 forint is lehet. Ez az üdülési jog, amiről beszélünk, igen. De előfordul, hogy termékbemutatókra hívják, tehát bizonyos árucikket ajánlanak, vagy tukmálnak, nem tudjuk, mert ezért ezt finoman, okosan csinálják. Nagyon sokan. Mi az a mondat, amit mondjuk érdemes egy embernek megtanulnia, hogy köszönöm szépen, nem kérem, mert nem kötelezhetnek engem rá, vagy
Arra gondolsz, amikor felhívnak, vagy arra gondolsz, amikor már ott vagyok? Hát, hogyha azt mondom, hogy jó, hát ha elvisznek, elmegyek. Igen, hát egyértelműen azt kell mondani, hogy álláspontjuk szerint nincsen szükségük erre a termékre, arra is nyugodtan lehet hivatkozni, hogy a tájékoztató alapján mondjuk nem olyan terméket, nem olyan üdülést kínálnak ott nekik abban a pillanatban, amire szükségük lenne. Tehát egészen egyszerűen nem kényszeríthetők erre, tehát hogyha a cég, a vállalkozás felajánl nekik egy üdülést, akármilyen plusz szolgáltatást, onnantól kezdve ők nem kötelezhetik őket a vásárlásra. Ugyanez a probléma ezekkel, amikor ajándékutakat ígérnek. Általában ezek a szerződésben pluszként szerepelnek, viszont a tájékoztatókon ugye arról van szó, hogy egy sorsolás keretében egy valaki nyer egy hétvégét itt vagy ott, és az esetek 90%-ában ez sajnos nem így van. De hogyha már elmegyünk, tehát, hogyha azt mondjuk, jó, köszönöm szépen, elfogadom, akkor nem kell HS-nak sem éreznem magam, meg semminek sem. Tehát, hogyha ők azt mondják, hogy két napig jól tartanak engem, akkor ez az ő kockázatuk, hogy én nem kérem azt, amit ők ajánlanak. Így van, meg azért egy picit számoljunk utána, hogy tegyük fel, hogy elmegy egy ilyenre 10-20 ember, mondjuk, olyan horribilis összegeket kérnek el ezekért a szerződésekért, hogyha csak 3-4 ember aláírja nekik, mert bőven megtérül az összes költségük. Tehát egyáltalán nem kell se hálásnak érezni magukat. Nem szeretném azt mondani megint, hogy mindenki rosszul csinálja, mert ez nem így van. Tehát régen például ezek az időben megosztott üdülési jogok, ezek jól működtek, én azt gondolom. Csak most már növekszenek az árak, nem tudnak az emberek annyit elmenni nyaralni, tehát most a másik legnagyobb probléma, hogy el akarják ezeket adni, vevő pedig nincs rá sajnos. Úgyhogy ezekre kell mindenképpen odafigyelni. Nézzük akkor, hogyha nyaralni készülünk, és most már nézzük a honlapokon az utazásokat, mi az, amit feltétlenül fejben kell tartanunk, illetve van-e új a nap alatt? Tehát ez az év esetleg, vagy az elmúlt év hozott-e valami újat a panaszok terén? Ebben az évben most, ami a legérdekesebb volt, és szerintem ezzel még mindig nincsenek a fogyasztók sajnos tisztában, az az, hogy ha nem olyan szolgáltatást kapnak, mint amit mondjuk ők szerződés szerint elvárnának. Eleve ezeket a szerződéseket nagyjából ásra szokták szerintem olvasni, utolsó oldalra lapozunk, szépen aláírjuk, és akkor így rendben van minden. Nem tudják, hogy mire kell figyelni. Nem. De vannak tételmondatok, ami úgy kezdődik, hogy, és akkor ott kell figyelni nagyon? Ami úgy kezdődik, hogy például így van az általános szerződési feltételekben, üzletszabályzatokban. Most a legutóbbi panaszunk az volt, hogy befizetett egy úriember egy igen nagy összegű luxus utat kvázi, és nem volt megelégedve a szállodával, nem a tengerparton volt a hotel, mindenféle ilyen problémák voltak, és felhívott, hogy akkor mit tett, neki 10%-ot akarnak visszatéríteni. Akkor sajnos el kellett mondanunk, hogy igazuk van, mert hogy neki ott azonnal jeleznie kellett volna, vagy az idegenvezető felé, vagy pedig valamilyen kihelyezett szervezet felé, hogy ő nincsen megelégedve. Ugyanis mondhatja azt az utazás szervező, hogy kérem, hogyha ön ezt jelzi nekünk, akkor mi azonnal átköltöztetjük egy másik szállodába. Utólag ezt már ugye nagyon-nagyon nehéz bizonyítani. Tehát az a lényeg, hogyha mi látunk képeket az apartmanról, vagy a hotelről, teljesen mindegy, akármilyen részszolgáltatáshoz kapcsolódóan is nem vagyunk megelégedve, azt már is ott azonnal kell jeleznünk egyrészt. Másik rész pedig ugye előleget lehet kérni, tehát nagyon olvassuk el a szerződéseket, ugyan ellenőrzéseink során úgy tűnt, hogy rendben vannak ezek a dolgok, de még mindig vannak olyan irodák, akik 60 napon kívül is kérnek bánatpénzt, amit nem tehetnének meg. Úgyhogy ezeket nagyon olvassuk el. Tehát ezt tudják, hogy mármint, hogy a fogyasztók vagy az utazók tudják, hogy nem kérhetik tőlük ezt a pénzt. Az a gond, hogy ők nem tudják. Aha. Az a gond, hogy ők nem tudják. Erre fel kell készülni. Így van. Tehát az teljesen rendben van, hogy én mondjuk aláírok egy szerződést, és azt mondják nekem, hogy 20% előleget én tegyek le, ezzel nincsen semmi gond. Viszont, hogyha azt írja, hogy foglalót tegyek le, és mondjuk, tehát az a lényeg, hogy ez a 60 nap, ez egy kardinális pont. Ugyanis ha az utazás megkezdés előtt én 60 nappal azt mondom, hogy mégsem lesz pénzem, mégsem lesz jó, akkor a kormányrendelet szerint nem követelhet meg tőlük semmiféle összeget. Viszont sajnos van olyan utazási iroda, aki már eleve nem előleget kér, hanem foglalón, és akkor azt mondja, hogy hát sajnos ezt a 20%-ot akkor ugye mi
mi zsebre tesszük, hogy úgy mondjam, és ezt nem tehetik meg. De ezekkel a fogyasztóknak is tisztában kell lenniük szerintem, mert néha úgy magukért is egy picit ki kell állni. Az jutott még eszembe, hogy korábban voltak ilyen kritériumok, hogyha valaki megbetegszik, vagy nem tudom, baleset történik, vagy bármi, akkor ugye más elbírálás alá esik, hogy a lefoglalt út az most visszamondható, vagy nem mondható. Ezzel mi a helyzet? Mert ez benne van a fejekben szerintem. Van nagyon sok minden benne a fejekben, de ezeket az általános szerződési feltételek tartalmazzák. Most például az egyik légitársaságnak olvastam éppen a honlapján a gyász rész alatt sajnos, hogyha ugye közeli hozzátartozó eltávozik, akkor ugye 14 napon belül az utazás megkezdéséhez képest visszatérítik a viteldíjat. Ez is igazából egy plusz az ő általános szerződési feltételeik, üzletszabályzatuk közt. Na, de itt azt is nézik, hogy az utazáshoz képest 14 napon belül. Tehát, hogyha az én hozzátartozom mondjuk másfél hónappal azelőtt hunyt el, és én nem tudok elmenni az utazásra, akkor sajnos nem kötelességük ez. A másik dolog, amire szerintem nagyon oda kell figyelni, hogy nagyon népszerűek most már az internetes foglalások, tehát nem, akik pedig nem feltétlenül magyar cégek. Na most, hogyha a cég, akinél én foglalok, nem Magyarországon van bejegyezve, nem a magyar jogszabályoknak veti alá magát, akkor sajnos nem kell megfelelnie ugye az itteni elállási jogról való nyilatkozatoknak, meg semmi ilyesminek. Tehát ezt érdemes megnézni. Nagyon sokszor a külföldi irodák jóval olcsóbban kínálják ezeket az utakat, én legalábbis ezt tapasztalom, viszont azt látnunk kell, hogy azokat a jogszabályokat mi nem ismerjük, nyilván a fogyasztók sem ismerik, tehát ez egy picit nehézkesebb történet. Még most indul a szezon, úgyhogy szerintem a nézők találkoznak még veled itt a műsorban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. És köszönöm szépen. Mi megyünk tovább Namíbiába. Köszönöm. Azt ígértem önöknek a műsor elején, hogy olyan helyekre visszük önöket, ahol még nem jártak. Lehet, hogy jártak már Namíbiában, lehet, hogy láttak már képeket Venezueláról, az Angel Falls-ról, és az is lehet, hogy jártak már a Machu Picchu-n, de egészen biztosan nem voltak még úgy és olyan közelségben ezekhez a helyekhez, ezekhez az emberekhez, mint Farkas Attila, aki itt ül mellettem, és operatőr, és kalandvágyó operatőr szerintem, mert mindig a legizgalmasabb részeket választod, nem? Hát ennek az is az oka, hogy én valamikor még földrajztanár is szerettem volna lenni, úgyhogy ez is kicsit a természet közelségét hozta, úgyhogy a kettő összekapcsolódott szerencsére, és ugye a operatőrködés és a földrajz szeretete ez így összehozta azt, hogy utazhattam, vagy utazhatok, és ilyen helyeken forgathatok. És a természet, vagy inkább a népek? Mi izgat téged jobban? Is. Ez a kettő. Érdekes, egyébként a barátaim azt mondták, hogy volt egy időszak, amikor én csak épületeket meg tájakat fotóztam, még egy baráti társasággal is, hogyha elmentünk, akkor mindenkit kihessegettem a képről. Aztán ez így megváltozott, és hogy egyre több embert kezdtem felfedezni azokon a helyeken, és attól kezdve meg szinte csak emberek voltak. Aztán egy idő után ez a kettő így összejött, és mind a kettő lett. Úgyhogy ez ilyen korszakok vannak. Volt egy időszak, amikor csak az épületeket láttam, meg a tájat láttam szépnek. Aztán egy idő után még már az embereket is. Na azért kezdjük Namíbiával, és kérem a kollégákat, hogy indítsák el azt a filmet, amit hoztál, mert engem az izgatott leginkább, hogy ez egy olyan vidék, ahová mondjuk egy utazó simán elmehet. Namíbia most már talán azt mondom, hogy tucat áru az utazási irodák palettáján, de azért azt, amit te látsz, azt nem nagyon látnak. Igen, az volt az érdekesség, mi a namibiai tisztelődői konzulnak a meghívására voltunk Namíbiába, ami azt jelentette, hogy az ország felét bejárhattuk, ez ilyen 5-6 ezer kilométeres túra volt, és amit most látunk, ez pont az angolai-namibiai határon elterülő Ruacana vízesés. Na, ide nagyon kevesen tudnak eljutni, mert ez egy határterület, ez elméletileg egy lezárt terület, mi is kiléptünk Namíbiából, és nem léptünk be Angolába, úgyhogy ilyen senki földje, hát itt nem nagyon mászkálnak turisták. Ez a világ egyik legszebb vízesése szerintem, mert hogy annyira érintetlen az Angel Falls mellett egyébként, annyira érintetlen, hogy itt nem ugyanaz van, mint mondjuk a Niagara vízesésnél, hogy konkrétan már egy betonteknőbe folyik a víz, hanem ez egy teljesen szabad terület.
Hogyan közelítetted meg ezt a területet? Mert az ember, hogyha busszal viszik valahová, akkor könnyű. Hát a legközelebbi lakóterület az elég messze volt még busszal. Azért Angola nem a legbélkésebb terület. Namibia ettől, ezzel szemben viszont egy nagyon békés környék. És hát busszal, vagy egy kis busszal mentünk, egy ilyen kis csoporttal, voltunk talán öten, és kiléptünk az országból, beléptünk erre a senki földjére, és akkor ilyen kis ösvények voltak, ahol ezt meg lehetett közelíteni, és ott már nyugodtan el lehetett nézelődni, meg forgatni. Van-e valami kockázat, amikor így utazol? Hát nyilván van veled egy szerkesztő, vagy hát igen, egy szerkesztő rendező, igen, van velünk. De vannak-e olyan helyzetek, amikor azt mondod, hogy na, most akkor innen visszafordulnék? Hát... Mondjuk ez elég békésnek tűnik. Ez egy békés területnek tűnt. Csak igen. Azt teszem, hogy viszed a kamerát, nyilván alkalmazkodsz, biztosan van egy vezetőtök is, és most beléptünk egy olyan faluba, ahova lehet, hogy én mondjuk nem mehetnék be. Nem, ez egyébként, ez nem messze van a Ruacana vízeséstől, ez az angolai határtól délre van, az Etosha Nemzeti Park mellett. Ez a Himbák egyik faluja, ami egy kicsit ilyen skanzenszerű, de ettől függetlenül a himbákat tartják most Afrikában még annak a népcsoportnak, akik még tartják az ősi hagyományokat. Uh-huh. Szegényeket elég sokáig üldözték jobbra-balra. De mi életmód szempontjából tartják? Vagy igen, életmód szempontjából, életmód szempontjából ők tényleg kint élnek ebbe a kis faluba, a busmanokkal ellentétben, akiket már inkább csak így rezervátumszerűen kiviszik őket, és utána hazamennek a városkába. Ők valóban kint élnek, ők valóban ezekbe a kis házikókba éldegélnek. Az érdekességük majd, amit látni fogunk egyébként, az, hogy ilyen gyönyörű vörös, okker, vörös színe van a nőknek a bőrének. Ez azért van, mert készítenek egy ilyen egyveleget, egy ilyen zsírral, különböző növényekkel, meg ezzel a földdel, okkerszínű földdel összekeverik egy ilyen kis pasztává, és akkor utána ezzel kenik be a hajukat, meg a bőrüket, ettől ilyen érdekes lesz a... De ezt mindjárt fogjuk is látni, csak most az jutott eszembe, hogy téged ilyenkor szívesen fogadnak, tehát ez egy kirakat falu? Tulajdonképpen teljesen ez egy természetes, picit, hogy picit kirakat falu, igen, picit kirakat falu, bizony, tehát ez egy ilyen bizalmi lépcső végigjárása. Ha szimpatikus a stáb, meg az emberek, akkor is egy kicsit ott elbarátkozol az ottaniakkal, akkor mindig átléphetsz egy lépcsőfokot. Ha nem vagy szimpatikus, akkor azt mondják, hogy jó, hát. Tehát ha vásárolsz az ajándékok közül, akkor már barátságos vagy. Ha a gyerekek megszeretnek, mert vittél nekik nyalókát, ezt, azt, amazt, akkor látja a törzsfőnök, hogy akkor oké, lehet velük barátkozni, és akkor tovább lehet lépni. Ők miből élnek? Hát, állattenyésztésből, gondolom a kormány is segíti őket, azért ez a turizmus is nekik most már egy bevételi forrás. Ugyan Namibiában jó pár évvel ezelőtt, egy 20 évvel ezelőtt volt egy elég komoly szárazság, és ez úgy picit megváltoztatta az életmódjukat, mert ettől szegényeknek fel kell adni azt a nagyon kemény, racionális ősi kultúrájukat, és egy csomó ember belépett tőlük a hadseregbe is meg. Tehát hogy egy picit megváltozott az életük, de próbálják azért tartani az ősi hagyományokat. Uh-huh. Azon gondolkodom, hogy ha elmész egy ilyen túrára mondjuk, akkor ez egy egész napos, vagy ott alszol, vagy muszáj hát neked abszolút, nagyon tehát, hogy kerülni hozzájuk? Igen, ez abszolút egy ilyen hosszú folyamat. Ez egy hónapos túra volt, amit itt végigcsináltunk, több mint egy hónapig tettük meg ezt az 5000 kilométert, volt, amikor nem tudtunk mindenféle ilyen vízmosások meg egyebek miatt átkelni részeken, volt, amikor a sivatag temette be az utakat, tehát hogy ezek így változnak. A veszélyesség egyébként, amit az előtt kérdeztél, az, hogy az ember nézi a kamerát, nézi a kis keresőbe azt, hogy éppen mit lát, viszont körülötte nagyon sok minden van, ami veszélyforrás lehet. Tehát, hogy mászkálsz a bozótosba, egyszer bementünk egy lanzson, aludtunk, bementünk egy ilyen udvarba, és az udvar két oldalán tele voltak ilyen kis vitrinekkel. És akkor rá volt írva, hogy ilyen skorpió, ilyen kígyó, ilyen bogár, ilyen stb. Kicsit veszélyes, nagyon veszélyes, azonnal öl, stb. És akkor megkérdeztük a tulajdonost, hogy és ezek így merre szedte össze a nagyvilágba, és mondta, hogy hát itt körülnézett a kertbe, és itt van mindegyik.
mondtuk, hogy jó, akkor... Jó, hogyha memorizálod, hogy melyik hogy néz ki, igen, akkor hát szinte, közeledbe kerül. Igen, tehát hogy nem mindegy, hogy fél óra, egy óra vagy 10 percet van vissza. Uh-huh. Hogyha összevetjük a namibiai kalandot és mondjuk az Angel Force élményét, ugye a világ legmagasabb vízesésének élményét, akkor neked melyik az, ami vezet? Hát a Namibia, ha valaki utazni szeretne és Afrikát szeretné megnézni, akkor Namibiát mindenképpen ajánlom, mert az ilyen emberbarát. Tehát ha azt mondom, hogy vannak olyan útszakaszok, hogy ezért németekkel meg a nyugat-európaiakkal ők eléggé összeköttetésben voltak, vannak. Az azt jelenti, hogy például voltak olyan autópályák, ami igaz, hogy kavicsból volt, tehát ilyen kavicsos, murvás út volt, de mondjuk a kanyar az be volt döntve, mint hogyha egy autópályán mennél, tehát hogy még arra is odafigyeltek, folyamatosan ezt egy ilyen raklappal vagy ilyen tolólappal tolták le. Tehát hogy az ez a világ, vannak persze ennek is ilyen kicsit durvább részei, ebben az Angel Force-szal, ami ugye a Kanaima Nemzeti Park területén fejezkedik el, ez ugye Venezuelának a déli részén. És kérjük is azok akkor a képeket. Ez egy picit más világ, ez még ma is a világ egyik legkevésbé felfedezett területe. Repülőgéppel lehet eljutni egy 2 órás repülőúttal abba a kisvárosba, ahol ezt a helyet, amit most látunk. Ez a Kanaima Nemzeti Parknak a széle, hát vagy inkább kicsit beljebb. Itt forgatták például a Spielbergék az Arachnofóbia című filmet, úgyhogy itt is volt bó bőven. Skorpió nem pókolt. valaminek, ami más kell, mindig kell lenni. Hát ez még nem az Angel Force, ez még csak egy ilyen kis vízesés ott a Nemzeti Park szélén. És akkor utána elindulunk egy ilyen fakenúval föl az esős évszakba lehet felfelé utazni. Ez még nem olyan kenú, de már úgy látszik, ez is süllyed. Egy ilyen kis folyókon lehet felfelé menni, ezek ilyen 1 kilométer magas tanúhegyek. Egy kilométerrel magasabban volt a táj abban az időben, amikor az egész elkezdett kialakulni, és akkor a folyók beválták magukat ebbe a picit mészköves, vagy ilyen homokköves talajba, és akkor ezek a kis érdekes sziklák megmaradtak a hegyekhez közelítve. Ez egyébként eddig ez az út, ez olyan, amit én is bejárhatnék? Tehát ez valójában egyébként bárki bejárhatja, de nem, tehát hogy azért nem könnyű. Uh-huh. Mert kevés ember jut el, és itt egy ilyen magas páratartalommal, egy ilyen fakenúval kell felküzdeni magát az embernek a folyón. Na, ez egy olyan 2-3-4 órás raftingolás felfelé, uh-huh, a folyón. Már gyanús volt, hogy a csónak közepére be volt téve még egy hajómotor, tehát mondták, hogy itt az... Igen, mert hogy amikor nagyon bő a folyóknak, ez viszont már maga az Angel Force. Amikor bő a folyóknak a vízhozama, akkor tudnak átugratni tulajdonképpen ezeken a kis valamiken felfelé, kis csobogókon felfelé, és akkor eljutsz egy ilyen 3-4-5 órás hajóúttal magához, az Angel Force-hoz. Amiről ugye azt kell tudni, hogy 807 méter a legnagyobb szabadesése, és akkor ott ráesik egy ilyen kőpárkányra, és akkor utána egy olyan 150 méter, de közel 1 kilométer magas maga a vízesés, ettől a világ legmagasabb vízesése. Az az érdekessége, hogy benn álltunk a vízesés alatt, tényleg 100 méterre körülbelül a vízesés felső részéhez képest, tehát teljesen ott álltunk alatta, és totálisan csendes volt. Tehát hogy ez a víz, ahogy öndik le... Ezt akartam megkérdezni, milyen a hangja? Semmi, ugyanis köddé válik a víz. Tényleg. Tehát amire leér, addigra egy ilyen pára lesz belőle, és akkor lent az alsó részen, tehát nyilván halljuk, ahogy ott fönt átbucskázik a víz, de ahogy oda leér az aljára, ott tulajdonképpen egy ilyen pára lesz, és akkor ott a lenti részen ismét összeáll már ilyen folyóvíz, és akkor az meg már ott folydogál lefelé. Az érdekes helyszín, az indiánok ilyen kultikus helynek tartják, mert azt mondják, hogy a hely szellem az nagyon vigyáz a múltra. A vízesésnél? A vízesésnél az ember a legvéletlenebb helyeken történik baleset. Itt konkrétan én becsúsztam 2 szikla közé a vízesés tövébe, és a lábamon lett egy ilyen
15-16 centis nyílt seb. Nem volt közel orvosi rendelő? Hát a legközelebbi orvosi rendelő az egy olyan másfél napra volt, repülővel ezzel, azzal, amazzal. A helyi indián srác, aki vitt bennünket, az a legnagyobb nyugalommal mondta, hogy semmi gond, ez itt abszolút természetes, az indián szellemek vigyáznak a helyre, én forgatni jöttem ide, el akartam vinni a helynek a szellemét, én ezt kaptam. Jó, de úgyhogy valaki ellátta a sebedet? Persze, ott belocsolták jóddal, ezzel, azzal a környékét, vettem sűrűn a levegőt, aztán utána jöttem lefelé a helyről, hát nem volt őszinte a mosolyom, mert azért ez eléggé csúnya látvány volt, aztán mire hazajöttem, itt mutattam meg orvosnak, hát mondták, hogy velem voltak az égiek, mert elég csúnya volt a seb. De mondom, a legdurvább az volt, hogy a helyiek számára ez olyan volt, mintha semmi nem történt, ez abszolút természetes. Ide, ha valaki ide jön, akkor annak benne van a pakliba, hogy a helyiek nem szeretik azt, hogyha elrabolják a szellemüket, és akkor ez így járt. Van egyébként itt valami különleges? Én olvastam úti beszámolókat az Angel Falls-ról, és azt mondják, hogy ott tényleg van valami. Tehát amellett, hogy csodálatos látvány, és amellett, hogy tényleg látjuk ezeket a felhőket, tehát hogy ott van valami a levegőben, vagy egyszerűen csak az, hogy olyan magasan vagyunk már, vagy annyira az, más a közeg. Ez egy mocsaras, hegyes, nem túl magas hegyes, de mégis ilyen sziklás, hát még ott a legkisebb sziklák is tényleg ott a folyóba, így mint hogy ilyen óriások dobálták volna szana szét. Egy olyan terület, ami megközelíthetetlen. Tehát, hogy ma is tényleg az egyik legfeltáratlanabb hely, hogyha nem tudsz abba az időszakba felmenni, magához az Angel Falls-hoz, amikor ilyen bő az esőzés, akkor egy ilyen kéthetes gyalogtúrával tudod megközelíteni. Amikor felfedezte Jimmy Angel, ha jól emlékszem a nevére, ő körberepülte ezt a helyet, majd utána visszament évek múlva, és leszállt, hogy felfedezi a helyet, akkor ott összetört a repülőgépe, amit utána ugyan kiszedtek a vizéből, de a gyalog kellett visszamenni, és már le is mondtak róla, mire vissza tudott szegény evickelni az első lakóterületre. Tehát ott mindenképpen van egy ilyen megfoghatatlan varázsa a helynek, nyilván az érintetlensége miatt. Az izgatott engem, hogy téged meg lehet-e még lepni, el lehet-e varázsolni. Tehát annyi helyen hát jársz, és tulajdonképpen dolgozol. Ez a hely, igen. Tehát, hogy ez olyan volt, hogy tátott szájjal. Borzalmasan csendes. Van néhány hely a Földön, ahova nagyon szívesen elmentem volna életem során. Ez az egyik oda tartozott. Egyébként is a vízesések és a naplementék a nagy kedvenceim. Úgyhogy ez oda tartozott. Annak volt egy olyan varázsa, hogy sok-sok levegőt. Ott kell aludnunk a vízesés tövébe a folyó másik oldalán, mert éppen nem lehet egy nap alatt megjárni az utat, és akkor ott kell aludni a kifüggesztett kis hálózsákok, vagy ilyen függőágyakba, amin ilyen tenyérnyi lyukak voltak, mondtuk, hogy ez nagyon-nagyon biztonságos, tehát mi kiférünk rajta, nem hogy a pók be, de egyébként jó volt, tehát hogy azt leszámít, hogy a jobb lábamat összetörtem egyébként, kicsit. Igen, egyébként nem volt különösebben probléma vele. Hogyha valahova szeretnék elmenni a világban, az számomra a Machu Picchu, és amikor tudtam, vagy készültem, és hogy tudtam, hogy erről fogunk beszélni, akkor az is eszembe jutott, hogy egyszer régen meséltél nekem erről a kalandodról, és az engem nagyon megfogott, mert mondtad, hogy emberpróbáló út volt, miközben mindenféle kalandjárósabb és kevésbé kalandjárós turista út vezet oda. Úgy értem, hogy utazásirodák kínálják, megint csak ezt tudom mondani, tehát holnap befizetek, elmegyek, fölvisznek, vagy fölgyalogolok, de azt mondtad, hogy azért ez nem olyan egyszerű. Mi volt a legnehezebb ebben? Hát ugye, meg is nézhetjük a felvételt is. Ugye attól érdekes a Machu Picchu-nak a környéke, hogy maga a fellegvár, vagy a város, ez egy bárki számára egy légkondicionált busszal megközelíthető hely. Hát ebben így nagyon nagy trúvány nincsen, leszáll az ember Cuscóba kimegy a vasútállomásra, megfelelő összegér, ha van hely, akkor felszáll a vonatra, és ha éppen a vízesés, vagy a vízmosás nem viszi el a vasúti sineket, vagy nem ömlik rá a szikla, akkor tökéletesen el lehet jutni az alatta lévő kisvárosba, ami úgy néz ki, mint egy Indiana Jones film helyszíne, tehát hogy a vonat megjön, tyúkok, vásárlók elrohannak, meg árusok elrohannak a sinekről, elmegy a vonat, és az emberek visszajönnek, mert annyira kevés hely van.
És akkor ezzel így nincs is semmi gond, és utána beül az ember a légkondicionált buszba, egy kis ösvényen felmegy a városba, körülnéz, megveszi, amit éppen adnak neki, az alpaka különböző ruhákat, meg karkötőket, meg sapkákat, majd visszaül a buszba és lemegy. Ez az egyik útja, ez nyilván a kevésbé veszélyes. Van a másik, ami szintén Cuscóból indul, az úgy néz ki, hogy elé megyünk egy ilyen kis busszal felpakolunk, és elmegyünk a közeli folyó, ez egy másik folyó volt, aminek a nevére emlékszem, egy induló pontra, ahol be kell írni a nevünket egy nagy könyvbe. Amikor beír az ember... hogy legyen dokumentálva, hogy elindultál? Így van. Te vagy az a turista, aki így van. Útra keltett. Így van. Tehát, hogy van egy 40-42 kilométeres útszakasz, ezek a vasútnak a... Igen, itt van ez a hely. Beírja mindenki a nevét, útlevélszámát, meg néhány adatát a nagykönyvbe, amit itt dokumentálnak, és a végén kihúzzák, hogy ki érkezett meg, aki nem, az a veszteséglistán van. Ezt most nem mondod. De. Nem fogják keresni. Nem keresik? Hát ez az andok. Tehát ott akkora terület, majd elkiállnak helikopterrel keresni, akkor is nagyon pici az esélyre. Tehát egy-egy ilyen útra elindul egy 5-8-10 fős csoport, próbál mindig közel benni hát nem lóval, de átmegyünk ezen a kis hídon, és attól kezdve ott az ösvénynek az eleje, ennek a vége a Machu Picchu, egy 40 kilométeres, 42 kilométeres útszakasz. Ez itt még nem volt veszélyes, ez ilyen 2500 méter volt, jó kis menetfelszereléssel, aminek a nagy részét szerencsére a serpák viszik, főleg úgy, hogy nekem forgatni kellett, így meg kineveztek egyébként a tiszteletbeli serpává. És a serpák előre rohannak, megcsinálják a tábort, ott megkajálunk, és akkor amíg mindenki nézelődik, meg készülik, addig gyorsan összepakolják a cuccot, és amíg szépen az ember sétál az ösvényen tovább, addig ők elmosogatnak, és elrohannak mellettünk, és mennek tovább a következő helyszínre, ahol felállítják a tábort, és a többi, és a többi. És közben rájöttem, hogy nekem ugyanezt kell csinálni, szerencsére csak egy kamerával, meg egy állvánnyal, mert ugye amíg a többiek egy bizonyos tempóval haladnak, addig én megállok, észreveszek egy kiszögelést, akkor kimegyek, akkor megcsinálom a képet, akkor elmennek mellettünk az emberek, meg a serpák, meg mindenki, és akkor rohanok utánuk, és megint előttük vagyok, és mindig úgy néz ki, hogy hú, mindig jönnek szembe az emberek. De hát ezzel azért jóval fárasztóbb a történet, mint hogy csak nézelődni kell és mászkálni. Mi az, ami egészen biztosan legyen a hátizsákunkban, ahogy megyünk fölfelé? Nagyon sok víz, meg valami, ami energiát ad. Tehát a csokit azt nagyon ajánlja mindenki. Egyébként borzalmasan felkészültek a helyiek is. A legváratlanabb bokrok tövéből tudott kipattanni egy-egy helyi indián asszonyka, vagy inka asszonyka, és sneaker csokit árult a kis táskájából, vagy dobozos kólát. Tehát, hogy mindenre megvolt a megfelelő, azt láttuk, hogy esetleg lesz egy ilyen pizzéria, vagy valami ott a sarkon, nyilvánira nem, de hogy tényleg volt-e, hogy mentünk, hú, de jó lenne egy csoki, mert keveset vettünk az előző helyen, és ott üldögél egy nénike egy kis kosárra, és mondja, hogy akkor itt csokit lehet kapni. Nyilván nekik más a helyzet, mert ők azért ott sokkal jobban bírják a levegőt, egyrészt jóval több kokacserjét rágnak, mint mi, meg hát más a vér összetételük is. Egyébként, ahogy megyünk fölfelé, nyilván egyre fáradtabbak vagyunk, mit tudom én, esőkabát, bármi, vagy inkább persze, eső, nem. Ez a legdurvább egyébként, hogy másodpercenként változik az időjárás, de tényleg, attól nem is másodperc, de 5 percenként, süt a nap, mire levetnéd magadról az esőkabátot, meg a pulóvert, meg mindent, jön egy eső, meg befúj egy ilyen ködös valami, és hirtelen olyan hideg lesz, hogy mindent felvenni, ami az utadba esik. Aztán utána, tehát hogy magyarul mindenre kell készülni, a leghidegebbtől a legmelegebbig bármire. Ez mennyi idő ez az út egyébként? Hát ez normál esetben 3-4 napig tart. Ez Cuscótól a Machu Picchu, ez 43 kilométer. 40, hát olyan 42-43 kilométer. Mi az utolsó két napot azt megcsináltuk egy nap alatt, valamiatt kitaláltuk, hogy nekünk nincs arra annyi időnk, mert forgatni kell tovább mennünk, úgyhogy elrohantunk egy külön idegenvezetővel, az még érdekes volt, azt majd elmesélem, hogy... Most mesélj, de. Jó. Először átmentünk egy hágon,
ami 4200-4300 méter magas, na ott már nem veszi az ember őszintén a levegőt, az olyan, hogy kinéz magának egy ilyen 50 méteres szakaszt, hogy azt most gyorsan megcsinálja, és akkor a 10. méternél megáll, és azt mondja, na jó, akkor erre még rápihenek. Uh-huh. Tehát, hogy az nem. És akkor le is lassulunk, és fáradtabbak is vagyunk nyilván. És hát veszi az ember a levegőt, ami egyre kevésbé van, próbál minél nagyobb levegőket venni, de nem jön. Uh-huh. Nyilván a lába is kikészül, mi is abban reménykedtünk, hogy megyünk fölfelé, és egyszer majd jöhetünk lefelé, és a végén, tehát annyira hozzászokott az ember a fölfelé menethez, hogy egy idő után már a lefelé menet volt a fárasztóbb. Tehát, hogy inkább mentünk volna visszafelé. Tehát minden olyan dolog megvan, amit az ember normál esetben nem szokott meg, hanem egy hegymászó. Uh-huh. Úgyhogy, és akkor a második nap után, a második nap után, amikor átmentünk a hágon, ott jött egy nagyon nagy vihar, délután este felé, kora este felé ilyen időtől függetlenül bezavartak bennünket egy sátorba. Ahol mert hogy sátorban álltatok? Igen, sátorban alszunk, hát ott nincs semmi, ott felvelik a sátrat, de hát olyan eső mellett konkrétan átfolyt a hálózsákokon a víz, mert sziklákon, ahogy éppen sikerült. És csak ez már a Machu Picchu. Uh-huh. Igen, ezt mondhatod is, mert én azt olvastam, úti beszámolókat direkt olvastam, mielőtt jöttem most ide, és azt mondják, hogy minden szenvedés megéri. Tehát amikor igen, az ember ezt meglátja, akkor elfelejti az összes kihívást. Igen, mert amikor az ember abból az irányból, ahonnét az Inka ösvény felől megérkezik, teljesen más, mert ugye fentről lát, tudod meg, fentről rálátsz erre a helyre, főleg nekünk szerencsénk volt, mert nagyon szépen sütött a nap, jó idő volt, nem esett az eső, azért itt nagyon gyorsan változik, mint mondtam, az időjárás, ennek az a, hogy lehet, hogy valaki oda megy, és két napig csak azt látja, hogy esik az eső, picit-picit kisüt, nekünk szerencsénk volt, nekünk végig jó idő volt, főleg a forgatás miatt. De ebből a szemszögből meglátni, meg főleg, amikor az ember már annyit küzdött érte, és annyira elfáradt, hogy most már tényleg már látni akarja, most már tényleg ezért jött, most már tényleg megnézni, akkor azért mese szép. És azon túl, hogy ugye neked előre kell menni meg vissza, tehát nagyjából dupla utat teszel meg, azon túl ugyanazt csinálod, mint a turisták, tehát így nincs semmi, amihez te hozzáférhetsz, mert nálad kamera van, más meg nem férhet hozzá. Mondjuk itt a Machu Picchu-n, ahol kőrengeteg van. A Machu Picchu-nál igen, tehát szerencsére azért az idegenvezetők ilyenkor jobban odafigyelnek, itt nem volt, tehát nem egy speciális forgatás volt, mi elmentünk oda forgatni, tehát hogy nem egy csak nekünk leszervezett út volt. Mi mentünk a többiekkel és úgy forgattunk, de tulajdonképpen megnézhettünk bármi olyat, amit hogyha le lett volna szervezve akkor is, mert hogy minden ott volt az úton. Legfeljebb esetleg több minden mutatott meg az idegenvezető nekünk, hogy most ezt még nézzük meg, mert ez érdekes lenne, vagy elvitt külön olyan helyre, hogy na ide álljál ki, mert innét nagyon jó lenne kinézni, és akkor jó lenne ezt látni. Úgyhogy ebben az esetben nem, Namibiánál nyilván az, mivel azt speciálisan nekünk szervezték, az teljesen más volt. Uh-huh. Tehát ott csak csomó olyan tártunk, amit egyébként normál ember nem nézhetett volna meg. Volt itt neked olyan kalandod, ami sehol máshol az összes utat során? Tehát itt a Machu Picchu vagy olyan élményed? Vagy akár ez a látvány, mert ezért azt gondolom, hogy elég sok mindent megtennének, hogy főleg, hogyha ennek a kultúrának a szerelmesei. Hát olyan, ami máshol nem, maga az egész hely olyan, amit az egész út, ami meg ez mindig ilyen kiragadott dolog, hogy a Machu Picchu. Mm-hmm. Egyébként a Machu Picchu mellett egy csomó romváros van, ami hasonló. Ennek ez a különlegessége, hogy nagyon-nagyon szép helyen van, de Cusco mellett is van legalább ekkora hely, ami szintén egy romváros. Aztán van egy Vilcabamba nevű hely, ahova viszont szeretnék majd visszamenni, az még egy felfedezett hely, de hogy oda nem járnak még turisták, az egy teljesen szűz terület. Ez még innét a Machu Picchu-tól 40 kilométerre van, ez szintén egy romváros. Azt mondják, hogy legalább akkora, mint a Machu Picchu, ezt az 50-es években fedezték fel, köztük egy magyar is, ahova érdemes lenne elmenni. Tehát ez tele van olyan helyekkel, amit érdemes nyitott szemmel végigmenni. A kamera nyilván ebben sokat segít, főleg azért, mert az ember, hogyha behúzott varjóval nézelődik körbe, akkor egy csomó olyan dolgot észrevesz, amit lehet, hogy egyébként nem venne észre.
meg egyébként is rá kényszerül az ember, hogy nézegessen és megpróbálja minél érdekesebb dolgokat észrevenni. De hogy ez az út, ez tele van egyébként pici, apró. Voltunk egy szikla tetején, egy domb tetején, ahol volt egy konténer méretű, simára csiszolt kő. Ami ugye önmagában semmi, nem érdekes, de hogy volt egy olyan kő, ami tényleg akkor volt, mint egy normál konténer, amit elmondtak, hogy mind az asztal olyan sima, tökéletes oldalakkal, és annyit mondtak róla, hogy erről a kőről semmit nem tudnak. Azt nem tudják, hogy került ide, ki rakta ide, mikor rakta ide, milyen célból rakta ide, semmit nem lehet róla tudni. Egyetlen dolgot, pontosan két dolgot tudnak róla, hogy ott van egy ilyen 6-8-9 kilométer arrébb egy hegy, onnét származik, és a másik az, hogy ma nem tudnák visszavinni sehogyan oda. Tehát amikor ezeket az információkat ott az ember első kézből így látja, megtapogatja, akkor azt mondja, hogy azért érdekes helyeken van. Attila, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy mindenről beszélhetünk. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. És azt hiszem, hogy ezek után, a képek után most elő kellene vennünk a könyvet, és megnézni az inka kultúráról minden fontos tudnivalót, úgyhogy ezt ajánlom a nézőknek, meg azt, hogy jövő héten is tartsanak velem. Köszönöm szépen a figyelmüket! A műsor együttműködő partnere a www.gogogo.hu. A műsorhoz a sminket Bihari Adrián készítette.